karácsonyi hangulatban, ünnepi díszben várják a nagy bevásárló központok az idei évben is a vásárlókat. A kellemes zene, csábító illatok mind vásárlásra csábítják a járókelőket. Sokszor még a legjózanabbul gondolkodók számára is önmérséklet szükséges, hogy bölcs pénzügyi döntéseket hozzanak a kihagyhatatlannak tűnő ajánlatok láttán. Nagyon fontos szempont lehet ugye maga az ár. Érdemes több szolgáltatónál, több boltban megnézni a terméket, illetve számos árösszehasonlító oldal létezik már az interneten. Ezeket is érdemes használni. Egy nagyobb értékű áru esetében több 10 000 forintot lehet spórolni a legolcsóbb termék megtalálásával. Illetve nagyon fontos mögé nézni, hogy milyen kapcsolódó szolgáltatásokat is kínál még az eladó. Értek ez alatt azt, hogy mondjuk mekkora a jótállási idő, mennyi garanciát, milyen garanciákat vállalnak az adott termékhez. Ez az első lépés, amelyet el kell végeznünk ahhoz, hogy jó döntést hozzunk egy karácsonyi ajándék, vagy akár bármilyen más termék megvásárlásakor. Az ízlésesen berendezett áruházak felkészülve fogadják azokat a vásárlókat is, akik áruhitelt szeretnének felvenni vásárlásaikhoz. Kölcsön esetén drágább lesz a termék, a kamatot és egyéb járulékos költségeket is ki kell fizetniük a vételár mellett. Sokszor az áruhiteltől jobb megoldás a személyi kölcsön, hiába magasabb aktuálisan a kamata, állítja a szakértő. A hitelkártyákat pedig kizárólag akkor használjuk, ha az 15 napos határidővel még kamat nélkül vissza tudjuk fizetni. Amennyiben muszáj hitelhez fordulnunk, mert pedig ez sajnos előfordul a jelenlegi élethelyzetben, akkor is nagyon át kell gondolnunk, hogy mit választunk. Számos helyen gyakorlatilag szembeugrik velünk a 0%-os THM, ami ugye azt jelenti, hogy kvázi a hitelösszegen felül nem kell visszafizetnünk semmit a hitelnyújtó felé, kvázi amennyi a vételár, annyit kell visszafizetnünk az áruért cserébe. Igen ám, de fontos tudni, hogy nem minden terméket lehet 0%-os THM-mel megvenni, úgy itt valamilyen konstrukciót, valamilyen akciós árut tudunk ezzel kell a kedvező feltételekkel megvásárolni. Nem biztos azonban, hogy ez az áru a legolcsóbb a piacon. Elképzelhető, hogy egy másik eladónál ennél olcsóbban tudnánk megvenni a terméket. Lehet, hogy nem 0%-os THM mellett, de elképzelhető, hogy a vételárból lévő előny fedeznél akár egy hitel költségeit is. Ha személyi kölcsönt veszünk fel a karácsonyi ajándék megvásárlásához, akkor hetekkel előre meg kell hoznunk azt a döntést, hogy egy pénzintézettől kölcsönt veszünk fel. Magasabb ugyan a kamata és nem lesz 0%-os a THM, impulzívan nem tudunk elcsábulni a nagy bevásárlóközpontokban, viszont a havi törlesztő részlet jóval alacsonyabb lehet a jövő évben, ami elgondolkodtató hosszú távon. Minden esetben konkrétan kell utána járni, mi a legkedvezőbb számunkra.